Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis Battlefield 1, bár nem látható a csatornámon, de aktívan játszom ezzel a játékkal, most már lassan olyan 600 óra felé közelítek vele, és most ért el számomra a játék egy olyan állapotba, ami élvezetesebbé teszi a játékot, nem beszélve arról, hogy az újonnan kijött DLC, az nagyon jó pályadizájnt tartalmaz, legalábbis a Turning Tide DLC-nek az utolsó kettő pályája nagyon jó pályadizájnt tartalmaz, ami visszahozza a kicsit azt a Battlefield 4-es hangulatot az olyan pályákról, mint például a Zavod, vagy nem tudom, Goalmund Railway, szóval nem ez a egyfolyosóra szűkített, megyünk előre és dobáljuk a gránátok a stílusú játékrendszer csinál, mert az igazság, hogy úgy éreztem, és azért is egy kicsit keseredtem el a Battlefield 1 kapcsán, nem a lootboxok voltak az igazi probléma, nem az, hogy mit tudom én, nagyon lassú maga az XP-zés vagy bármi, hanem egyszerűen a pályadizájn, és ezt a pályadizájn volt az, ami a legrosszabban érintette a Battlefront 2, de majd egyszer azt is egy videóban megbeszéljük. És a Battlefield 1 is, amikor megjelent, elindult egy ilyen pályadizájnon, és egy olyan fegyverdizájnon, mint például a Herrigel, vagy az automatikóz ilyen fegyverekkel, olyan pályadizájnokra berakva, ami folyósószerű elemeket tartalmaz, ahol egy ilyen nagy, vagyis mondjam, ilyen csoportosulás történik, és a nagyobb DPS-sel rendelkező fegyverek győztek, vagy a gránátok győztek, vagy csak egyszerűen össze-vissza volt robbangatás mindenhol, és a szerencséd volt, akkor lenyomtál egy killt, meghaltál, és ha megint szerencséd volt, akkor megint le tudtál nyomni egy killt. Sajnos úton útfélen, tehát a Battlefield 1 pályái megoszlottak az ilyen jobb minőségű, nyíltabb, több útvonallal rendelkező taktikára alkalmas pályarendszerekkel, és voltak ezek, amelyek a kettőnek a keveréke volt, ami nagyon-nagyon nem tett jót a játékosok egy csoportjának, úgy értem, azon játékosok csoportjának, akik inkább mondjuk egy taktikai hívei voltak, és a fegyver változatosság hívei voltak egy játékban, és ez nagyon megérződött, és abban érződött meg, ugye, hogy nagyon-nagyon kevés medic volt, nagyon-nagyon sok sniper, és nagyon-nagyon sok asszoltos volt a pályán, mert sniperre pont elegek voltak arra a területek, hogy lehessen sznájpolni, és csak rámentél egy ilyen csókpontra, ahol összegyűjtök az emberek, és random belőttél közéjük, és már is volt néhány killet, tehát nem kellett nagyon túlerőltetni a sznájpelést, csak beálltál egy helyre, oda szoktak spawnolni, oda szoktak csoportosulni, és akkor ott biztos mindig találtál egy-két embert, akit le lehetett lőni, és ugye az asszolt az egyértelmű volt, az ott található DPS fegyverekkel gyorsan lehetett kivégezni az embereket, és ezért is például a Herriger volt az egyik legnépszerűbb, gyorsan lőtt, sok tárgya volt, tehát 2-3 emberre bőven elegendő volt a tárgya, hogy leterítsük mindenkit. És a Battlefield 1 pályái sajnálatos módon, mikor megjelent a játék, ilyen irányba tengődtek, és nem tudom, hogy ott a DICE-nál valaki ezt észreveszi-e, vagy hogy miért szánt szándékkal készítenek ilyen Call of Duty pályákat 64 főre. Nem erre valók a pályák. Hogyha mondjuk 12 fő játszik, vagy ott egy rush-t játszunk, vagy még a rush is hülye van kidolgozva, hogy őszintén, de hogyha egy rush játszol, hogyha egy TDM-et játszol, akkor pályák fantasztikusak, és nagyon jól meg vannak csinálva, mert kevesebb player, több jut, egy minimális taktikára van lehetőséged legalább, de amikor 64 főt eresztenek össze egy ilyen rossz pálya dizájnon, az nem túl felemelő. Nem beszélve arról, hogy egyes pályáknál mondjuk nem, hogy mondjuk van egy városi rész, ahol azért ott tudsz mozgolni és csinálni, de két pont között, hogyha mondjuk az ellenfél befoglalja az egyik pontodat, két pont között átmenni egy hatalmas nagy üres terület van. Üres, szó szerint üres terület, és azokkal sajnos nem nagyon lehet mit kezdeni, mert egyszerűen vagy kikempelnek, vagy egy tank kilőtet, és nincs a játékban annyi jármű,
hogy mindenkinek jusson megfelelően, vagy megfelelő időben, hogy egyik pontról át lehessen utazni a másik pontra biztonságosan, és ott folytatni a csatározást. Szóval nagy eséllyel meg fogsz halni két pont között lévő utazásodban. És ugye az egy-két jó sikerült pályán meg is látszik, mert azok a játékosok folyamatosan azokat szavazzák vissza. Na de a legutóbbi kettő DLC-nél azért úgy vettem észre, hogy egy kicsit visszatérünk a pályadizájnnal a Battlefield gyökereihez, hogy egy kicsit nyíltabb terep, nagyobb terep, több útvonal, de azokon az útvonalakon, mondjuk pont és pont közötti útvonalon megfelelő mennyiségű fedezéked van, hogy ne csak egy kill, egy halál, egy kill, egy halállal jussál el egyik pontra a másikra, hanem azért végigmenj akár egy 10 kill streaken is, amire elérsz egyik pontra a másikra. A Battlefield 1-nek szüksége van azokra a pályákra, amelyekre két pont között fedezéket nyújt, hogyha ma nem is alternatív útvonalat, de fedezéket nyújt azért, hogy sikerrel jussát egyik helyről a másikra. Tehát az orosz DLC, ami volt, azoknak a pályái egyszerűen szörnyűek ebből a szempontból. Jó, tudom, hogy nagyon realisztikus, hogy ilyen így nézhetett ki a csata ott akkoriban, de egyszerűen szörnyűek. Legalább beraktak volna kettővel több fát, hogy tényleg ne az legyen, hogy a sniperek kilométerekről ki tudnak csempészni. Na de megjelent a Turning Tides DLC, és nem azt mondom, hogy mindent nyélbe ütöttek, de az utolsó két map, ami a fegyver frissítéssel bejött, az nagyon-nagyon-nagyon jóra sikeredett. Tehát az egyik map ugye egy kikötőben játszódik, és egy ilyen nagyon-nagyon hosszú kikötő, kifutó kikötőn játszódik, és lehet, hogy csak egy nyílegyenes útvonalról beszélünk, de telerakták épületekkel, ilyen lent ilyen bunkerekkel, tengeralattjáróknak, orvaszájban mindenhol fedezékek vannak, és egyszerűen a pályadizájnja tökéletes minden játék stílusra, mediktől kezdve, végre olyan jó lehetett játszani mediket, asszoltól kezdve egyértelmű, sniperek, de mindenki megtalálja a helyét, és látszott is a két csapaton, ahogy ezeken a pályákon játszottam, hogy változatosak, megjelentek a medikek, és egyszerűen jobban futott a teljes játék, és ez az új Conquest rendszer, hogy van egy támadó csapat, és van egy védekező csapat, nagyon-nagyon-nagyon jót tesz a játéknak, nagyon változatosságra emeli, tehát hogy tényleg le kell rohanni a partot, és el kell foglalni szépen sorba a dolgokat, és úgy érzem, hogy a pontozási rendszer is felül van megcsinálva a hátrányban lévő csapatnak, ugye, aki éppen támad a vízről, és el kell foglalni a területeket, és egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon jól ki vannak alakítva, tök jó útvonalak. Szóval most van az idő, ahol azt hiszem érdemes így visszajönni mindazoknak, hogy abba hagyták a Battlefieldet. A második pályája egy ilyen sziklasziget körül játszódik, aminek a szikla hegy vagy sziget, nem is tudom, hogy írjam le, van a közepén, és az a közepe, hál' Istennek, és nagyon okosan nem játszható terület lett, nehogy már a sniperek mindenkit fölülről kivegyenek. Na, és hú, a tengeri csaták, azt a kurva de jók lettek, de komolyan mondom, és nagyon-nagyon-nagyon ott vannak a szeren, egyszerűen annyira élvezetes ezekkel a hatalmas hajókkal mászkálni, tehát nagyon okosan ki van találva, fantasztikus élménnyel ki volt találva, és amikor végre ezen a pályán, ez az utolsó két pályán játszottam, megkaptam azt a Battlefield élményt, amiért anno beleszerettem érdekes módon a Battlefield 2142-be, de anno beleszerettem, és folytatódott mindez így a BF4-ig, és teljesen megvolt az a jó csata élmény, és a pályadizájn is végre úgy van berakva, hogy lehet úgy nyomulni előre, hogy nem csak egy kill, egy halál, hanem lehet taktikázni, változtathatsz az útvonaladon, és meg is látszik egy kicsit, mert a játékosok többsége, akik hozzászoktak ehhez a nyílegyenes, megyünk előre egy folyosón pályákhoz, nagyon nem is néznek körülöttük, hogy van-e valami alternatíva útvonalon, a hátba lőhetik őket, vagy bármi ilyesmi történhez, és egyszerűen annyira jól kivannak most ezek találva, teljesen nyelbeütötték, a tengeri csata egyszerűen
le a kalappal, és végre a Battlefield 1 odaért, és megint csak miért kellett ennek egy évig eltelnie, nagyon-nagyon sietnek ezekkel a Battlefield játékokkal, megint csak mint a koddal, nagyon-nagyon kellett sietnie, hogy ezeket megcsinálják. Tehát egy év kellett ahhoz, hogy ide újra elérünk, és a Battlefield egy tényleg egy jó játék kezdjen lenni. Nos, srácok, ez lett volna a rövid összefoglalom a jelenlegi új DLC-kről és frissítésről. Hamarosan lesz egy videó a fegyverekről, mely fegyvereket érdemes használni frissítés után, úgyhogy beszélünk arról is. Egy kicsit, úgyhogy hát a következő Battlefield videói, köszönöm a figyelmet. A Discord szerverünkön megtaláltok, link a leírásban, Necrocrim Facebook, ha kérdéseitek lennének, köszönöm a figyelmet, sziasztok!